Demeter Márta független országgyűlési képviselő a vendégünk, még szocialista képviselőként is emlékezhetnek rá, aki egy új törvényjavaslattal átvilágítaná a mindenkori miniszterelnököt, konkrétan most persze Orbán Viktor, aki elsőként a rendszerváltás óta megválasztott miniszterelnökök közül nem esett át soha nemzetbiztonsági átvilágításon, mert egyszerűen nem volt olyan pozíciója a többiekkel ellentétben a miniszterelnökséget megelőzően, amihez ez kellett volna, és most kiderült, hogy a törvények értelmében tulajdonképpen semmi nem kötelezi arra a miniszterelnököt, hogy ő átessen egy ilyen átvilágításon. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Biztosan tudjuk egyébként, mert Pintér miniszter úr, minthogyha elkerülte volna egy kicsit a választ az ön kérdésére, nem azt mondta feketén-fehéren, hogy Orbán Viktor nincs átvilágítva, hanem csak azt, hogy semmilyen törvényi kötelezettség nem létezik, hogy át kellene, hogy legyen. Számomra ez nagyon egyértelmű volt, ugyanis ha át lenne világítva, akkor egyszerűen annyit írt volna, hogy igen, megtörtént az átvilágítása. Ehhez képest egyébként a jogszabályokat sorolta föl, amik rá vonatkoznak. Ezt tényleg nagyon szépen köszönöm, de nyilvánvalóan ismerjük a jogszabályokat. Ebből világosan az derül ugye ki, hogy a miniszterelnöknek és még jó pár tisztséget betöltő személyeknek nem szükséges a nemzetbiztonsági ellenőrzés, illetve a minősített adatok megismerésére vonatkozó jogszabályt is ismertette. Ebből számomra teljesen egyértelmű, hogy nem történt átvilágítás. És ön szerint miért kellene, hogy történjen? Hát ugye volt még egy kérdésem Pintér Sándorhoz, hogy amennyiben nem történt, és ugye nagyon úgy néz ki, hogy nem, akkor mi a garancia arra, hogy a miniszterelnök személye nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, és hogy nem zsarolható a miniszterelnök? Na most erre semmilyen garanciát Pintér Sándor nem tudott adni. Egyébként beadtam újra ezt a kérdést, hogy akkor legyen kedves megválaszolni. Több okból is szükség van erre. Ugye van egy adott kör, akik jelen pillanatban a jogszabályok szerint mentesülnek a nemzetbiztonsági ellenőrzés alól. Egyébként nem csak a miniszterelnök, hanem ugyanígy a köztársasági elnök, országgyűlési képviselők, és még számtalan más tisztség. Tehát azt önnek gondolom, például, mint aki egyszer a külügyi bizottság tagja volt, át kellett esni egy ilyen átvilágításon, mert ott megismerheted bizalmas információkat. Így van, egészen pontosan. De a miniszterelnöknek, aki feltehetően minden ilyen bizalmas információt megismer, és még ennél sokkal bizalmasabbakat is, neki meg nem. Így van, pontosan, és még egy viszonylag abszurd... Ez egy törvényi hézag volt eddig a példát, hogy magyar jogszabályokban? Mondhatjuk így is. Ami az oka annak, hogy ez aktuális sem lett, ugye itt az elmúlt években számos olyan döntést láthattunk a kormányzat, így a miniszterelnök részéről is, ami sokszor megmagyarázhatatlan, nem tudjuk, hogy milyen befolyásolás alatt születtek ezek a döntések, és nyilvánvalóan aggasztó az, hogy ő ugye mint megelőzően a többi miniszterelnök más pozícióból adódóan átesett átvilágításon. A másik dolog, hogy a közbizalom rettentően megingott mind a kormányzati szereplőkkel, mind a politikusokkal, a politikával szemben Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy igenis az embereknek tisztán kell látni a helyzetet, hogy kik azok, akik az ő sorsukról döntenek. Mennyiben látunk tisztán a nemzetbiztonsági átvilágítás után? Mit jelent ez konkrétan, és mennyire garancia arra, hogy valaki egész biztosan nem zsarolható semmivel? Itt csak egy mondatot tennék hozzá az előzőhöz, míg például a köztársasági elnöki hivatalban, hogyha valaki a minősített adatokhoz hozzáfér, vagy azokat például fénymásolja, neki szükséges az átvilágítás, míg a köztársasági elnöknek nem, míg a miniszterelnöknek nem, tehát eléggé abszurd a helyzet. Az átvilágítással kapcsolatban pedig ez egy nagyon-nagyon szerteágazó dolog, ugye a nemzetbiztonsági törvény ezt világosan szabályozza, és nagyon sokrétű az átvilágítás, tehát vizsgálják a kapcsolatrendszert, vizsgálják azt, hogy valakinek a múltjában, jelenében van-e olyan dolog, ami miatt zsarolhatóvá válik, ami miatt kockázatot jelenthet Magyarország számára. És nagyon fontos dolog, hogy egyébként a vagyoni helyzetet is ilyen formán vizsgálják, és ezt követően kerül egy szakvélemény kiállításra, ami annyit tartalmaz, hogy egyébként kockázatmentes-e az az illető, és betölthet-e egy adott tisztséget, vagy nem. Az én törvényjavaslatom arra vonatkozik, hogy az eddig mentesülő kör, tehát így a miniszterelnök is, a köztársasági elnök is, az országgyűlési képviselők, a legfőbb ügyész is még sorolhatnánk, essenek át ilyen átvilágításon, és csak és kizárólag akkor tölthessék be az adott tisztséget, hogyha kockázatmentesnek minősülnek, így lehetnek biztosak a magyar emberek abban, hogy nem külső befolyás, most mindegy, hogy akár az egy másik, vagy egy ellenérdekelt fél, vagy pedig egy gazdasági kör, de hogy nem külső befolyás hatása. De mennyiben lehetnének a magyar emberek biztosak bármiben, hogyha egy olyan vizsgálat eredményét tárnák eléjük, amit voltak éppen a miniszterelnök beosztottai végeznének el, hiszen ugye a szolgálatok alá vannak rendelve.
a miniszterelnöknek és a kormánynak. Nyilvánvalóan egy átvilágítás, az egy technikai folyamat, és azt hangsúlyoznom kell, hogyha bárki a szolgálatok részéről, az ottani szakemberek részéről belenyúlna egy ilyen történetbe, akkor az nagyon súlyos bűncselekmény jelen pillanatban is. Ez az egyik dolog. Tehát az konkrétan börtönnel jár azonnal. Na de hát ellenzéki képviselők reggel délben este arra hivatkoznak, hogy a szolgálatok munkájában mennyire beleavatkoznak a kormánypártok. A másik dolog az, hogy szükség van egy független szakmai ellenőrző testületnek a felállítására. Ezzel kapcsolatban is egyébként lesz konkrét törvényjavaslatom, mert látni kell, hogy egyébként ez egy komplex rendszer, és ahogy egyébként említette, rengeteg probléma van a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a működésével, és igenis egyébként mind a politikai megrendelések, pontosabban azt mondom, hogy a prioritásoknak a felállítása nagyon hibás lehet politikailag, tehát ezeket orvosolni kell, ezt egy csomagnak a révén, ugye már volt ilyen javaslatom, hogy válasszuk szét a szakmát és a politikát, tehát aki 90 után nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozott, vagy velük titkosan együttműködött, az legalább 8 éven keresztül ne tölthessen be semmilyen ilyen állami vagy politikai vezető funkciót, és szükség van egy független szakmai ellenőrző testületre, ami kifejezetten a szolgálatok működését, hogy a szakmailag megfelelő-e és a politikai befolyásolást tudná elvágni a dologban, tehát ezt így komplexen szükséges szemlélni. Visszatérve még egy pillanatra a miniszterelnökre, ugye ez egy megválasztott tisztség. Hogyha egy nemzetbiztonsági átvilágításon megbukna a miniszterelnök, akinek a pártja megnyerte a választásokat, és így lett belőle kormányfő, akkor azzal elveszíteni automatikusan ezt a pozíciót? Vagy ez hogy működne? Így van, tehát arra vonatkozik a javaslat, hogy ugye a jelenleg regnáló tisztségben lévőket is el kellene végezni az ő szempontjukból is az átvilágítás, tehát hogyha ott kockázat van, akkor igenis megszűnik a tisztség. Illetve ez előremutató javaslat is, tehát a tisztségre való jelölést követően, még a tisztségre való megválasztás előtt szükséges lenne elvégezni a vizsgálatot, ez garancia lehet arra, hogy csak és kizárólag olyan ember tölthet be tisztséget, akinél nem találtak kockázatot. Ezt a kétféle részét a javaslatnak külön is lehet bontani? Tehát olyan elképzelhető, hogyha most valami miatt a kormánypártok ahhoz nem járulnak hozzá, hogy most nekiálljanak a regnáló miniszterelnököt átvilágítani, akkor legalább azt sikerül átvinni, hogy ne lehessen többet Magyarországon olyan ember miniszterelnök, akit előzőleg nem világítottak el? Én úgy gondolom, hogy nyilván ezt komplexen kell értelmezni. Az igaz, hogy nyilván egyébként módosító javaslatokra, amennyiben ez egyáltalán a ház elé kerül, hiszen ugye már bizottságülésen korábbi javaslatokat, hasonló javaslatokat ugye elkaszált a fideszes többség, amennyiben ez ház elé kerül és lehetőség van módosító javaslatok benyújtására, akkor természetesen azt én nagyon szívesen várom, és meg kell nézni, hogy az hogyan tud működni. Tartok tőle egyébként, hogy ez nem kelt nagy örömöt a kormánypártokban, és nem gondolom azt, hogy feltétlenül támogatnák ezt a javaslatot, de mindenképpen szükség van egy ilyen javaslatra, tehát én minél szélesebb támogatást várok hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.